Az első kisteleki sportágválasztón több egyesület is bemutatkozott stábunknak. Ők voltak a Pisze Esse, Pro Árteli Tánc Akadémia, ZRT-m Kistelek és a Hétkerék Egyesület. Sportágválasztót rendeztek Kisteleken. A nap folyamán lehetőség nyílt számos sportág megismerésére és kipróbálására. Bemutatkozott stábunknak a Pisze Esse, Pro Árteli Tánc Akadémia, ZRT-m Kistelek és a Hétkerék Egyesület. Pusztaszeri Sportegyesület vagyunk, a Pisze Esse, és edzéseink vannak ebben a tanévben, a keddenként 3:30-tól 5 óráig a Kisteleki Gimnázium tornatermében. Pusztaszeren a tornateremben kedden csütörtökön, hát kicsiknek van csütörtökön 4 órától 5 óráig, nagyobbaknak 6 órától 7:30-ig, tehát körülbelül ezek, ami úgy biztosan. Ezen kívül még rendkívüli edzések is vannak hétvégén, ugye már most többen dolgoznak, munkába járnak, és akkor így vagy a tanulás miatt is inkább hétvégén. A láptólabda az az én egyik szerelmem, mert hogy beleszerettem 25 évvel ezelőtt, mert addig egyáltalán nem tudtam róla, és hát nem is csoda, mert előtte néhány évvel került ez a labdajáték Magyarországra, ugye tollabda, tehát Kínából, Ázsiából származik, német mérnök Péter von Rüden hozta Magyarországra, és akkor utána itt is így terjedt, és ahogy én megismertem, akkor megkerestem azt, akitől tudtam rendelni labdát, ő küldött is, elkezdtem dekázni, játszottunk kollégákkal, és aztán erre épült 2010-ben a sportegyesületünk alapítása végül is, mert versenyszerűen is elkezdtünk ezzel a labdával játszani és edzeni és versenyre járni. Mi vagyunk a Pro Art Elite Tánc Akadémia, versenytánccal foglalkozunk, első körben egyébként picikortól társas tánccal,
és későbbiekben élsportszinten versenytánccal, ugye odáig nőheti ki magát ez a sport. A cha-cha-cha, rumba, samba, jive, a latin-amerikai táncok, illetve a standard táncok közé az angol keringő, bécsi keringő, tangó, ilyeneket tanulnak meg a gyerekek nálunk első körben. Minden hétfőn és szerdán van nálunk társas tánc óra, arra tudnak jelentkezni hozzánk a gyerekek. Egészen az alsó tagozattól, első osztálytól a gimnázium utolsó osztályig vannak csoportjaink, úgyhogy minden korosztályt várunk sok szeretettel, és hát ugye a célunk az mindenképpen az, hogy a gyerekek megtanuljanak zenére mozogni, tehát hogy jó koordinációjuk legyen, illetve akinek ez megtetszik, akkor tud ebben magasabbra is törni, tehát versenyzői szinten tud foglalkozni a versenytánccal. Nagyon jó tanáraink vannak, hiszen a vezetőnk az egyetlen magyar világbajnok, Skurca Török György Melinda, úgyhogy nagyon jó szakmai kezek alatt vannak a gyerekek. Mi is többször is profi magyar bajnokok vagyunk, úgyhogy mi is az utánpótlás fejlesztését tartjuk így a fő célunknak, hogy minél több kisteleki jusson el a magyar bajnoki döntőig, vagy akár nemzetközi szinten oda, ahova szeretne. Általános iskola első osztálytól ajánlott, onnantól kezdve fölfelé 99 éves korig bármi elkezdheti, csinálhatja. Az edzések helyszíne Kistelek Corner Gym, hétfőn, illetve szerdán, a kicsiknek kezdődik 6 órakor, nekik tart 7-ig, a nagyobbak pedig 7-től fél 9-ig. És ugyanis lehet hozzátok jelentkezni? Eljönnek a Corner Gymbe, bekopognak az edzésre, és szólnak, hogy jönni szeretnének. Vagy Sípos Danit, illetve engem megkeresnek. Nálunk a Hétkerék Egyesületnél igazából lényegében két csoportban történnek az edzések.
Van egy profi vagy haladó csoportunk, ők ugye a versenyzők, ők már nagyon régóta versenyszerűen űzik ezt a sportágat, illetve vannak az amatőrök, akik között szintén vannak versenyzők, akik most kezdenek belekóstolni ebbe a versenyvilágba, viszont nyilván valahol el kell kezdeni, és az amatőr csoportunk az, ahol tényleg teljesen az elejéről kezdjük az oktatást, tehát egy lábas kori először tanuljon meg mind a két lábán megállni, és utána szép fokozatosan egyre inkább haladunk afelé, hogy mi is kineveljük az utánpótlásunkat így a versenyzők terén. Most itt a bemutatón, amit itt láthatott a közönség, itt csak az amatőrökkel vettünk részt, illetve egy profi, kezdő profi kislány volt még itt, mert most jelen pillanatban nagyok azok éppen a GP zárófordulón vannak Tatabányán, az utolsó komoly nagy versenyen, úgyhogy itt a kicsikkel jelentünk meg, de én azt gondolom, hogy ez pont jó azoknak az embereknek, illetve azoknak a gyerekeknek, akik szeretnének megtanulni, hogy azokat látják, akik már nem profik, hanem épp az, hogy most kezdenek, vagy egy picit még talán csetlenek, botlanak, láthattunk itt eséseket is, de nagyon szép ugrásokat is esés nélkül, úgyhogy vannak ügyesebbek, vannak pedig olyanok, akik kezdenek még, tanulnak, nyilván nem elvárható senkitől, hogy azonnal működjön itt a dolog, illetve azonnal versenyzővé váljon, de nagyon gyors ütemben tudnak fejlődni, nagyon, nagyon jó ez a mozgásforma a koordináció fejlesztésre, egyensúly fejlesztésre, erőnlétileg is, úgyhogy én csak arra szeretnék buzdítani mindenkit, hogy minél hamarabb csatlakozzon hozzánk, és kezdjenek el görkorizni a gyerekek a családba. Heti kétszer van edzésünk, itt a Lochner csarnokba, Kisteleken, ez egy nagyon jó kis fedett helység, egy csarnok csiszolt beton aljjal, amit nagyon szeretünk, és nagyon hálásak vagyunk, hogy évek óta itt kapunk lehetőséget, hogy megtartsuk az edzéseket. A nagyokkal nyilván teljesen más edzésformát csinálunk már, de a kicsik oktatása az itt történik, kedden és csütörtökön 5 órától 6 óráig, úgyhogy várunk szeretettel mindenkit, aki szeretne hozzánk csatlakozni. Megtartották a szobori búcsút az Ópusztaszeri Emlékparkban. Az erről készült összefoglalónkat láthatják. Szeptember 3-án az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark egyik legfontosabb ünnepére, a szobori búcsúra várták a látogatókat. Az ünnepi szentmise után a hagyományokhoz híven a környékbeliek fogatokon, kordékon, lovaskocsikon érkeztek a búcsúra. Majd Kertész Péter, az emlékpark igazgatója megtartotta ünnepi beszédét. Kedves vendégeink! Tisztelt ünneplő közönség, magyarok határon innen is túlról. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark nevében szeretettel köszöntöm Önöket, szeretettel köszöntöm minden kedves darázokat itt a szobori búcsúban. A rendezvény újjájelentése óta 16. alkalommal találkozunk, és ünneplünk itt, sajnos az időjárás miatt most nem az egykor a nagyhírű szervmostól romjai között, de azért az Árpád emlékmű szomszédságában. Elődeink 126 évre jöttek össze először tisztelegni a honszerző vezérnek, Árpádnak, és már ekkor elhatározták, hogy minden évben megtartják a szentmisével egybekötött megemlékezést a szobornál. A környék lakossága szobori búcsúként kezdte el emlegetni ezt a kis boldogasszony napjához kapcsolódó összejövetelt. A 20. század történelmét jól tükrözi a búcsú történetre is, hiszen a kommunista diktatúra alatt évekig szó sem lehetett az Ópusztaszeri ünnepségekről, később pedig az ünnep tartalma mondani valója változott meg. 2007. szeptembere óta, és ezt köszönhető Horváth Gábor akkori igazgatónak, a valódi, hagyomány szerinti tartalmával ünnepeljük meg itt Ópusztaszeren ezt a kiemelt, fontos alkalmat, amely segít nemzeti azonosságunkban és emlékeztet keresztény örökségünkre. Ezen a szép ünnepen kerültetik átadásra évről évre az emlékpar saját alapítási díja, a szerb üzenete. A szobori búcsú történetében a történetéhez azonban hozzátartozik, hogy már az első világháború alatt nem rendezték meg az eseményt. Őseink példáját szem előtt tartva, az idei évben a szerb üzenete díj ünnepi kollégiumával úgy határoztunk, hogy
hogy a világban zajló háborús események miatt az ünnepséget mi megtartjuk, de a szervüzenetet díj nem kerül átadásra. Ezzel szeretnénk kifejezni, hogy mi itt Augusta-Szeren megdöbbenünk a világban zajló erőszaktól, és megdöbbenünk a további háborúra buzdító propagandáktól. Ezért a nemzeti és vallási tartozástól függetlenül együttérzünk azokkal a családokkal, akik a legsötétebb óráikat élik éppen az ukrajnai háborúban, az afganisztáni tájéruralom alatt, a libanoni válságban, a jemeni háborúban, a mianmári lázadásban, az etiópiai polgárháborúban, az iszlám állam háborújában, a szíriai ellenségeskedésben, a pápai háborúban, a kongói és a kibu háborúban, valamint a Fülöp-szigeteki konfliktusokban. Azok mellett állunk, akik ezekben a percekben is gyermekeinket, szüleinket, házastársainkat veszítik el. Egységesen imádkozunk a békéért, valamint azért, hogy a világban hatalmai fejezzék be az erőszakok számára a propagandát. 1936. április 24-én a Augusta-szeri Árpád Egyesület szerződést kötött Pallavicsini Alfonz Károly Görgóffal az Árpád szokott környékén lévő közel 30 oldas terület használatára, vagyis az emberkar előnyének megkezdető Árpád-Egyesület alakítására. A bérleti díjak jelképesen holdanként egy pengőben és egy pár fehér galambban határozták meg. Mivel a fehér galamb a béke jelképe, most ezt a fehér galambát szimbolikusan szabadon engedjük, ezzel is kifejezve azt, hogy minden egyénnek joga van a békéhez, a szabad véleménynyilvánításhoz és a szabad gyülekezéshez az egész világon. A részvevők közül egy tiszalöki csoport beszél stábunknak. Mi Tiszalökről érkeztünk, egy szervezett csoporttal jöttünk ide, 34-en, és most töltjük itt ebbe a kellemes időbe a szabadidőnket, 1:45-re pedig robogás vissza a buszhoz, egy finom ebéd, és utána már megyünk is haza. Tegnap Szegeden voltunk, ott megnéztük a halászléfőző fesztivált, volt egy remek szállásunk, úgyhogy egy kétnapos, egy éjszakás hosszú hétvégét töltöttünk itt el az utastársakkal. Hogyan érzik magukat ezen a napon itt Augusta-szeren az emlékparkban, esetleg a misén részt vettek-e? A misén nem vettünk részt, a feszti körképet azt megnéztük, az mindenkinek szívdobogtató volt, gyönyörű, csodálatos, és még azon túl is nagyon-nagyon szép. Itt is azért korosztálylag 18 és 18 pluszos a kiránduló társaság, úgyhogy mindenkinek kedves emlékeket hozott elő itt ez a mini falu, amit sikerült elinktárni azoknak, akik ezt a falut ezt kitalálták, úgyhogy köszönet érte. És még vissza fognak ide térni? Azt nem tudom megígérni, mert igazándiból nyár és tengerpartiak is vagyunk, mindamellett, hogy Magyarországnak is vannak szépségei. Elképzelhető, hogy van, aki családjával visszatér. Szívesen gondolunk rá, egy szép emlék lesz ez a két nap, amit itt eltöltöttünk. A fogatok látványos felvonulása mellett fogathajtó ügyességi verseny is várta az érdeklődőket.
születi ünnepséget tartott a Városi Nyugdíjas Klub. Vas Józsefné Valika egy őszi verset mondott el, Sisákné Erzsike pedig egy költeménnyel köszöntötte a születet. Ezután pedig Paragi Dezsőné Amália lépett a színpadra. Ezt tekinthetik meg a következőkben. Egy verset fogok elmondani Petőcitől. Itt van az ősz, itt van újra. Szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Kiírva trónpetőre, innen nézem, szerte szép, s hallgatom a fák lehulló levelének lágy leszét. Mosolyogva néz a földre, a szelíd nap sugara, mint elalvó gyermekére néz a szerető anya. És valóban ősszel a föld csak elalszik, nem hal meg. Szeméből is látszik, hogy csak álmos ő, de nem beteg. Levetette szép ruháit, csendesen levetkezett. Majd felöltözik, ha villad, reggele a kikelet. Aludj hát szép természet, aludjál reggelig, s álmodj olyakat, amivel legnagyobb kedved telik. Én ujjam hegyével halkan lantomat megpendítem, s altató dalom gyanán zeng, mél a csendes énekem. Kedvesem, te ülj le itt mellém, ülj itt addig szótlanul, míg dalom, mint tó fölött a suttogó szél elvonul. Ha meg csókolsz, ajkadat, ajkamra, szép lassan tedd, föl ne keltsük álmából a szendergő természetet. Köszönöm, hogy meghallgattak. Boros napok, Krausz István verse. Szőlő fürtökön ring a napsugár, cukrozza már a lédús szemeket, szüret elől elbújdosik a nyár, magára hagyva fényt és ízeket. Most jönnek el a bortermő napok, megérkezik az őszi hangulat, ember próbáló öreg hónapok, fagyos szelei rám pisonganak. De a penészes pincék gáderén hiába járnak apró szélfiak, bent már a fények öblös héberén, bor fűti át a boltíves falat. Tetőfokán a mézek illatát szabadítják fel megértő kezek, amint a rászegődött akonát kétjén szerintik józan ingerek. Nagy bölcselettel, s úgy adjuk tovább, amit az öreg élettől kapunk, hegyalján jártuk életiskolán, de jó ez így, hogy borigók vagyunk. Nem.
50 éves évfordulójukat ünnepelte a kisteleki citerezenekar. A citerás találkozón fellépett a Csólyos Pálosi hagyományőrző kórus is. Ezt tekinthetik meg a következőkben. A Csólyos Pálosi hagyományőrző kórus 27. éve énekel együtt. A kórus amatőr, a tagok zenei képzettséggel nem rendelkeznek, így csak a dalok szeretete viszi őket előre. Céljuk, hogy őrizzék a régi szokásokat, a hagyományokat. Rendszeresen szerepelnek helyi rendezvényeken, tartják a kapcsolatot több környékbeli kórussal. Kísérő zenekaruk 2010 óta az Üllési Király Dinnyer Citera Zenekar, melynek vezetője Tanács Zoltán, aki 2022 óta a kórus szakmai irányítását is végzi. Most a szerelemről szóló dalokat fognak tőlük hallani. Fogadják szeretettel!